Ulisses Moore, a Maskarák szigete. Az olvasóhoz. Sok próbálkozás után Pierre Domingónak végre sikerült elküldenie Ulisses Moore negyedik füzetének fordítását. Ha elolvassátok, sok mindenre rájöttek majd. Noha örömmel vesszük el rejtélyes történet folytatását, mégis kicsit aggódunk a tudósítónkért. Abban, amit írt, úgy tűnik egész közel került ahhoz, hogy felfedezze, merre bolyik meg Kémalkáv városa. Azóta azonban nem jelentkezett, és a mobilja is ki van kapcsolva. Reméljük, mi hamarabb hírt adhatunk róla. Gőszi a könyvkiadó. Kedveseim, komolyan aggódom. Mindent megpróbáltam, hogy elküldjem nektek ezt az e-mailt a negyedik kézirat fordításával, de mindig visszapattant. Ha most végre megkapjátok, kérlek válaszoljatok azonnal. A füzet teljes tele van meglepetésekkel, az állatok is rásít majd, ha olvassátok, de nincs időm többet írni erről. Most minden erőmmel azon vagyok, hogy megtaláljam Kémalkávot, a kísérletet halott. Tegnap előtt útra keltünk kettesben, jómagam és zenári szállásom tulajdonosa, akit annyira kíváncsi vetett az eset, hogy minden áron velem akart jönni. Az egyetlen nyom, amit követhettünk, az a kémalkávi úti könyv volt, amelyet a rejtélyes úriember, Ulisses Moore, hagyott nekem ott a kávézó asztalán. Után néztem, a könyvkiadó 15 éve megszűnt, úgy tűnik, több példány nincs is forgalomban a könyvből, legalábbis a legjobb Notting Hill-i akváriumosoknál nem tudnak róla. De ez már mit sem számít, mert lassan meg lesz. Azt hiszem, tényleg sikerült megtalálnom ezt a kísértett halut, amely hónapok óta nem hagy nyugodni. Kocsival elértük arra a részre, amelyet az útikő úgy nevez, hogy Kémalkáv környéke, és végig utaztunk a parti úton, még egy útleágazáshoz nem értünk. Az utat behajtani tilos táblával zárták le, ami felkeltette a gyanakvásomat, mintha valaki meg akarná akadályozni, hogy eljussunk ki Kémalkávba. Ezért kiszálltam, odébb tettem a táblákat, és tovább hajtottunk a tengerparton. Bármit tettük volna. Rögtön az első kanyar után az aszfalt tele volt lyukakkal, és a panzió tulajdonosa rémülten mutatott egy jókora buldózerre, amely keresztben állt az úton. Egy elegáns úriember intett nekünk, hogy álljunk félre, és megkérdezte, hogy nem láttok-e a táblákat. Frissen vasalt kezes lábást viselt, és levendulajtú könnyű csapta meg az orromat. Megpróbáltam rájönni, hogy ugyanaz a férfi-e, akit a kávézóban láttam, de az arcát egy sárga bukós isak takarta el. Utána láttam, hogy mint egy másik férfinak, aki a bulldozert vezette, és akkor úgy döntöttem, ideje hátalátot csinálni. Ja, és még valami. Amikor visszaértünk a szállásra, a tulajdonos megemlítette, hogy úgy látta, a bulldozer kombájánál ülő férfi egyik szemén fekete kötés volt. Mondd ezt nektek valamit? Hamarosan jelentkezem, legalábbis remélem. Pierre Domenico.